Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami megint csak egy igazi vlogmas rész lesz. Nem tudom, hogy ki veszi észre a háttérből, de itthon vagyok Kódmezővásárhelyen, és édesnyával fogunk menni egy ilyen jótékonysági, kézműveskedős délelőtre, foglalkozásra, nem tudom, hogy mi a pontos megnevezése, úgyhogy ne haragudjatok. 11 órára kell Szegedre menni, jelenleg 7 óra 40 van, és elkezdek összekészülni, hogy biztosan mindennel meglegyek. Az első lépés mindenképpen az lesz, hogy a hajamat rendbe kell rakjam, utána pedig fogunk sminkelni egyet, és megpróbálok addig rendesen felébredni. A tegnapi videómban mondtam nektek, hogy felrobbant a telefonom a parókás instasztorik után, de akkor még nem tudtam, hogy mi fog történni, hogyha kiposztolom a képet. Majdnem a videóval egy időben kiposztoltam a képet, és 400 komment van alatta. És egyébként nem is értem, hogy borultatok ki ennyire rajta, tudjátok, akinek nem ingyen nem veszi magára. De mindenki meg van őrülve, hogy biztos prank lesz, meg szivattam a nézőimet, meg hogy nem sikerült átverni titeket. Én nem akartam átverni senkit, én csak felcsaptam ezt a parókát, mert jól érzem magam benne, és mert tök tetszik. Nem lesz se prank, nem lesz szivattam a nézőimet, nem lesz semmi, csak felraktam az egyik parókámat. Lehet, hogy két nap múlva meg fel fogom tenni a hosszú szőkét, úgyhogy ne essen senki kétségbe. Amik vannak parókáim, azokat fogom használni, úgyhogy nem kell többre gondolni egyébként, mint ami. Nagyon tetszik, nagyon jól érzem magam benne, úgyhogy most pár napig rövid fekete leszek. És akkor szerintem, hogy ezt tisztáztuk, menjünk is és rakjuk rendbe a hajam, mert jelenlegi állapotában nézve inkább hasonlítok egy ázott kutyára, mint bármi másra. Fogok nektek csinálni egyébként egy paróka update videót, amikor megmutatom, hogy ezt a parókát hogy teszem fel, mert ugye ez az egyetlen igazi emberi hajból készült, és ezt egészen jól fel lehet rakni. Úgyhogy ezt majd meg fogom nektek mutatni egy következő videóban, mert nagyon sokan írtátok a videó alatt is, amit tegnap tettem ki, és a kép alatt is írtátok, de most megmutatom, hogy mivel fogom egy kicsit rendbe rakni. Tehát van ez a Got to be Freeze Spray hajlak, és ebből fogok fújni az illesztésekre, utána pedig egy sejem kis, hát igazából ez egy köntösnek a megkötője, de mondjuk rá, hogy sállal körbe fogom kötni a fejem. És akkor most, hogy úgy nézek ki, mint a Tini Ninja teknőcökből a legújabb tag körülbelül, ebbe fogok így ülni, vagy csinálni a dolgaimat körülbelül egy ilyen 15-20 percig, és hogyha ezt leveszem, akkor az illesztéseknek igazából tökéletesen frissnek kellene tűnnie, és amennyire csak lehet, bele fog olvadni a bőrömbe. Úgyhogy ezt megvárjuk, és addig elrakom a telefont, mert katasztrofálisan nézek ki így. És habár szörnyen nézek ki, annyit hozzátennék, hogy azért használok egyébként ilyen sejemsálat, mert ez nem ragad bele se a ragasztóba, tudjátok, a citromsárga Got to be hajzselébe, ami igazából ragasztó, az is a neve, hogy glued, és ebbe a Freeze spraybe se, úgyhogy ezt, hogyha le fogom venni, akkor nem fogja felemelni a parókának a tüljét, se a hajat, hanem csak amíg kell, addig szépen le tudom vele szorítani. Tudom, hogy nagyon rossz a világítás, és valószínű, hogy a kép se lesz olyan jó, ugyanis eltűnt a kamerámnak a töltője, és a mai vlogot egy az egyben telefonnal fogom felvenni. Nem a legszerencsésebb eset, de igyekszem a maxot kihozni belőle így is. Ez a kis csoda körülbelül 18 percet volt a fejemen, és most már kezdi nyomni a fülemet, úgyhogy szerintem leveszem, és megmutatom, hogy hogy van hátul a parókám. Nem tudom, hogy érdekes lehet-e, de lehet, hogy igen.
Szóval, most, hogy levettem, nyilván egy kicsit még hajlapos, megmutatom amúgy közelebbről. Tehát, jelenleg így néz ki a helyzet. Át fogom majd fésülni, meg egy kicsit megigazítom az egészet, viszont jó érzés, hogy nagyon le van fixálva, tehát esélytelen, hogy elmozduljon, esélytelen, hogy felváljon, egy kicsit ez ilyen igazításnak pont jó volt. És akkor azt akarom nektek megmutatni, hogy hátulról így néz ki a helyzet. Hátul ugye van egy ilyen kis csat, amit estére kikapcsoltam, hogy egy kicsit kényelmesebb legyen. Az az egy, ami tud nyomni. Úgyhogy ez addig, amíg elkészülök és a sminkemet megcsinálom, addig ki lesz kapcsolva, kivéve, ha beleakad a hajamba. És utána meg fogom igazítani a saját hajamat alul. Egy kicsit azt is fellakkozom és felfésülöm. És utána fogom megcsinálni a végleges hajat. Annyira hülyén nézek így, hogy ezt elmondani nem tudom egyébként. De most az első dolog az lesz, hogy megcsinálom a sminkemet, amiből a pár részletet fogtok azért látni felgyorsítva, és utána pedig befejezzük a hajamat. Na, a sminkem mindjárt kész van, még egy pillával le vagyok maradva. Arra gondoltam, hogy amíg ez a ragasztó szárad, addig erre az oldalra csinálok egy kis babahajat ide magamnak. Habár ezeket már levágtam, így azért nem néz ki túl jól, és itt van egy egyébként, az nagyon szépen egyébként oda is ragadt, úgyhogy azt most nem is piszkálom már. De itt ez ugye a saját hajam, nem tudom mennyire látjátok, de ez itt a pajeszomnál, az teljes mértékben a saját hajam. Hát így videóban nem tűnik annyira fel, meg egyébként szerintem élőbe se, de képen nagyon hiányoltam innen egy kis hajat, mert nem tudom, hogy de nagynak tűnt a homlokom, pedig egyébként egyáltalán nem nagy. De azon még fogok egy kicsit igazítani. Édesanyja közben hazaért. Úgyhogy lassan indulunk is, és mutatom, hogy mi történik. Oké, és akkor utolsó lépés, és indulhatunk, Éva. Elindultunk, a hajamban még benne van a két csat, addig még oda nem érünk. Addigra a lak meg fog annyira kötni, hogy sehova nem mozdul a hajam. Úgyhogy majd akkor kiveszem, viszont most én vezetek, úgyhogy ott találkozunk. Megjöttünk, kivettem a hajamból is a csatokat, bár majdnem elfelejtettem. Nagy dilemma. Melyik mi? Hát ez tényleg felmeborító, hogy nem tudom. Nem tudom. Nem, mint hogyha én már tudnám, hogy mi legyen. Így csík vagy úgy csík? Hogy csík? Én azt szeretném. De ügyes vagy. Köszönöm.
nincs, mert ez nem tudom, hogy étedetek is keresünk, és az se volt. Mert bárja nem is biztos, hogy van benne. Csak ha nem nincs. Nem, nincs, nincs, nincs. Jó, nem, mi? Nem, nem, nem kell rá. Romás? Olyan. Ó, ne, belefestettem olyan. Nem kell rá. Jaj, Éva. Fekvőbe videózunk. Köszönöm. Végeztünk anyussal. Szia! Hello! Itt van nálunk a cucc. És hát ha minden jól megy, akkor mire ez a videó kimegy, addigra már a kép is kint lesz Instán. Úgyhogy ha nem láttátok még, akkor keressétek meg, és dobjatok rá egy nagy lájkot. Szegeden nem értik az emberek, hogy mi az a vlogolás. Mint egy ufóra úgy néznek rám. Ja, és egyébként... Itt van, amit csináltam. Arra gondoltam, hogy ha van... Na nézd meg, kiállítom a kezemből mindjárt a telefonon. Ha van kedvetek, akkor csinálhatnánk egy év... Telefonon vlogolás csodái. Ketten hívtak, mialatt próbáltam felvenni ezt a kis részt. Azt szerettem volna befejezni, hogy arra gondoltam, hogy ilyen évvégi nyereményjátéknak tök buli lenne, hogyha ezt a 2009-es Vlogmas... 2019-es Vlogmas, mi ez? Tábla? Világító rajzolt, festett tábla. Úgyhogy szóval, hogy ezt kisorsolnám, lehetne rá jelentkezni, és hát igazából nem tud semmit, világítani tud. Nem tudom végigmondani. Az a lényeg, hogy ki akarom sorsolni köztetek. Alá van írva, világít, hinta csillámpóni van rajta, aminek a szeme is világít, úgyhogy nagyon fancy, higgyétek el. Kaotikus napon végéhez érünk, amikor már a tanyán vágom nektek a videót, hogy még mielőtt hazaindulnék, ki tudjam tenni. És a lényeg a lényegben tényleg, hogy felszeretném tenni ezt Instára egy nyereményjáték formájában. Nem tudom, hogy érdekel-e egyébként titeket. Nem olyan, mintha egy elektronikai eszközt sorsolnék ki, vagy sminkeket, vagy nem is tudom bármit, de a szívem, lelkem benne van, én csináltam a két kis kezemmel, szeretettel nektek, tudtam, hogy ha megcsinálom, akkor én ezt mindenképp ki szeretném sorsolni, úgyhogy ez egy ilyen kis cuki visszaemlékezés lenne szerintem az első Vlogmasre, és hogyha tetszik nektek, akkor lehet, hogy jövőre is lesz Vlogmas, és akkor is csinálunk majd ilyen kis nyereményjátékot. Én nagyon szeretném, hogyha szeretnétek, őszintén megmondom, hogy ez most így tök megérint. Úgyhogy, ha szeretnétek, hogy legyen belőle nyereményjáték, és tényleg ezt kisorsoljam, akkor légyszi írjátok meg nekem a kommentbe, hogy érdeklődtök, és hogy tegyem ki Instára, hogy lehessen jelentkezni. És igazából nem is szeretnék már mást beletenni ebbe a videóba, mert nagyon késő van, és a lovacskák lassan kajálnak, meg igazából nem is tudnék róluk mit mutatni. Képzeljétek el, még gyors egy sztori, szerettünk volna elmenni édesnyával egy állatmenhelybe vinni kaját, meg olyan dolgokat, amire szükségük van, és felszerettük volna hívni a vásárhelyi állatmenhelyet. Szerettük volna megkérdezni, tudjátok, hogy kaján kívül mi az, amire tényleg szükségük van, de egyik telefont se vették fel, egy csomószor próbáltuk, úgyhogy ezt a mai napra elengedtük, aztán majd szerintem, hogyha jövök haza következőleg, akkor megpróbáljuk újra, hát ha akkor érdekli majd őket a dolog. De így ezzel igazából be is fejeződött a napom. Tök jól éreztem magam, ritkán szoktam kézműveskedni, mert egyébként nem vagyok túl türelmes ilyen téren, de nagyon jól éreztem magam, innen is köszönöm édesanyám, hogy elvittél. Tudom nektek is egyébként ajánlani ilyen anya-lánya programnak, nagyon buli volt, nagyon élveztem.
Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És azt hinnétek, hogy ez ilyen megszokott duma, és mindig csak azért mondom el, hogy el legyen mondva, de képzeljétek el, hogy amikor megnézem az elemzéseket a videóimnál, 65%-a a nézőknek nincs rám feliratkozva. Úgyhogy szépen kérlek titeket, hogyha rendszeresen nézitek a videóimat, és tényleg bírtok, vagy legalább elviseltek, akkor nyomjátok be nekem azt a feliratkozást, mert nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon örülök neki. Úgyhogy ezzel bezárva még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és a holnapi részben találkozunk. Sziasztok!